Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, Szedlacsik Miklósnak hívnak. A mai vasárnapi képzésünk is két részből fog állni. Lesz egy tudatosságfejlesztő első rész, és lesz egy ember és életjobbító coach képzés. Konkrétan a pénzteremtő coach és a pénzteremtéssel kapcsolatos információk, illetve tudás lesz átadva. Kezdjünk is hozzá. Hát szeretném megkérdezni itt rögtön az elején, hogy ki az, aki nem elégedett azzal, aki, azzal, amifelé a világ halad? Nem vagyunk elégedettek? Mi baj van a világ haladásával? Haladhatna jobb irányba. Haladhatna jobb irányba? Mit csinál? Züllik? Aha. Egyre jobban durvul. Egyre jobban durvul? Igen. És az emberek jobb hangulatúak, mint régen, vagy úgy általában, vagy rosszabb? Rosszabb. Na akkor ezzel kapcsolatban mondjak egy-két dolgot, amit éppen most az éjszaka tapasztaltam. Azért éjszaka, mert Lagziba voltunk. Az első keresztfiamnak ott a Lagzia éppen. És ugye hát mi rengeteg Lagziba jártunk régen. Ugye főleg nekem nagyon nagy a rokonság. Hát sajnos most már ugye az én rokonságomnál inkább temetésekre járunk, mint Lagziba. Nem annyira nevetséges ez, de hát akkor is sajnos ez így van. Annak idején viszont, amikor például én nekem a Lagzim volt, akkor abban az évben 6 Lagziba voltunk. Azért az nem kevés. Tehát más, mit tudom, egy életben nem megy 6 Lagziba, mi meg egy év alatt voltunk akkor 6 Lagziba. De nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy hogyan zajlott régen egy, mondjuk egy lakodalom. Elkezdődött a zene, és elkezdtek táncolni az emberek. És végig táncolt a nagy része. Tehát egy Lagzim végig táncolta az emberek nagy része. Nem kellett ilyen showmester, nem kellett, hanem csak szólt a zene, és az emberek táncoltak, mulattak. De rögtön az elejétől. Nem tudom, ti régebben voltatok ilyen Lagziba? Tehát én régebben minden Lagzi, ami lezajlott, az így zajlott le, és akkor itt teltek, múltak az évtizedek. És például most már oda jutottunk, ugye ezelőtt utoljára Lagziba olyan 7 évvel, vagy 6 vagy 7 évvel ezelőtt voltunk, ahhoz képest is romlott a helyzet. Tehát ami azt jelenti, hogy hát mi kezdtük a nejemmel a táncot, és volt, hogy egyedül táncoltunk, tehát egy párként. Tehát nem az elején, hanem közben. Így van. Na most körülbelül 100-an voltunk a Lagziba, és hát ugye régen az volt a probléma, hogyha táncoltunk, akkor alig fértünk. Hát most nem volt olyan probléma, hogy ne férjünk el a táncparteken, pedig a teremnek csak egy kis részében volt a tánc rész, tudod? Mivel ugye ilyen mennyi? Hát a keresztfiam most 34, igen, a felesége meg 27, tehát ugye ez a generáció volt ott. Jellemzően, ugye úgy mondjuk a 80%-a ez a generáció volt, a 27-34 körüli generáció, és a 20% volt körülbelül az én generációm, meg egy pár idősebb, mit tudom, a nagyszülők, ugye azoknak az idősebbek. De hát az pár ember volt. És az én generációm táncolt javában, és volt főfé. És a vőfénynek egyszerűen sót kellett csinálni, hogy kimozdítsa az embereket az ülő helyzetükből, meg abból a helyzetből, hogy bensincsenek a terembe. Szanaszét, érted? De a múltkor is ugye voltunk ezelőtt egy évvel is Lagziba, ott is feltűnt, hogy a társaság nagy része az nem is ott benne a terembe. Tehát kivonulnak, hát nem tudom, miket csináltak, mert azt én nem ellenőriztem le őket, de ugyanez volt, egy kicsit idősebb generáció volt, úgy olyan 35-40-45 közötti korosztály volt, de ott is az volt a jellemző, képzeljétek el, hogy mondom, egy évvel ezelőtt is, hogy alig táncoltak.
és a vőfélyeknek sót kell csinálni, érted? Tehát egyszerűen szórakoztatni kell az ember, tehát nem tudnak maguktól szórakozni, a maguktól szórakozás az tudod mi? Az ivás. Tehát az ivás, nem részegre isszák magukat, de annyit isznak, hogy azért látszik, tudod, tehát mit tudom én, a változás látszik rajtuk az ital hatására, tehát mondom nem részegek, tehát nem lesznek másnaposak mondjuk, de egyszerűen inniuk kell. Tehát ugye mondom, régebben én megszoktam azt, hogy egy lagziba mi elmentünk, mi mindig az elsők között kezdtünk el táncolni a nejemmel, és ugye mindig végig szoktuk táncolni a lagzit, tegnap is az volt, hogy végig táncoltuk, hát nem a lagzi végéig maradtunk, mert ugye, hogy nekem ma képzés van, és, de hát akkor is maradtunk kettőig, és lényeg az, hogy nekem ez fura, hogy az embereket szórakoztatni kell. De erről már beszéltem sokat, tudjátok, hogy az emberek arra fizetnek, hogy szórakozzanak. Tehát az emberek nagyon sok pénzt, egyre több pénzt fizetnek arra, hogy szórakoztassák őket. Tehát, hogy nem tudnak maguk szórakozni, tehát a maguk szórakozás az az ivás. Ez van. De tényleg, szó szerint, az ivás, tehát ivás, és akkor ittasan beszélgetnek a semmiről. Tehát ittasan beszélgetnek a semmiről. Tehát olyanról, ami semmilyen változást nem idéz elő. És akkor ezzel kapcsolatban föl is írtam egy-két dolgot. Például ugye nekem az emberek az mindig tanulság. Tehát én egy ilyen rendezvényen vagyok, akkor ugye hát mivel nem végig zene van, mert hát volt ez a szórakoztatás is, mert hát egyszerűen az emberek nem mentek táncolni, pedig jó volt a zene, semmi gond nem volt abban, meg a két személyes zenekar is jó volt, tehát semmi probléma nem volt, de egyszerűen nem mentek, és mondom az én korosztályomból egy pár az úgy rendszeresen táncolt, aztán ennyi. A többiek azok inkább csak, mikor hűlni kellett, akkor hűltek. Tehát a fiatalabbak. De szó szerint, de hát az nem mulatás volt, meg szórakozás, hanem az hűlés. És hát ugye amikor ugye nem táncoltunk, mert volt valami olyan volt, de hát ha szólt a zene és táncolni lehet, akkor mindig táncoltunk. De amikor nem táncoltunk, akkor én nekem az egyik szórakozásom, hogy megfigyelem az embereket. Tehát ha nem akarsz unatkozni, akkor figyeld meg az embereket. Komolyan? Ha magadat figyeled, akkor unatkozol. De az embereket elkezded figyelni, akkor nem fogsz unatkozni, az hód biztos. És én ugye elkezdtem megfigyelni az embereket. És ugye egy-két emberről információm is volt, és akkor úgy föltettem kérdést. Fentre. Tudod, például konkrét személyekre vonatkozóan, hát nyilván olyan személyekre nem kellett kérdést föltennem, amire tudom a választ. Mondok példát, hogy mire tudom a választ. Ugye hogyan nézzük meg, hogy egy hölgynek milyen a hangulata? Ezt tudjátok? Ez most egy képzés, de hát nem árt, hogyha erről tudnak a nők is, meg a férfiak is. Tehát hogy a ránézésre honnan állapítod meg, hogy egy nőnek jó a hangulata vagy sem? Miért nem a férfit kell megállapítani? Mert a férfinek olyan a hangulata, ami ennek otthon a nőnek. Nem vicc. Szerintem. Tehát ez ugye mindegy, majd a végén elmondod. Most az, hogy szerinted hogy van, az most mindegy. Jó, tehát... De majd mi megkérdezem a mindjárt a kérdést, és akkor majd ugye még egyszer fölteszem, majd akkor mondhatod. Tehát lényeg az, hogy ugye a férfinak azért nincs egy ilyen módja, hogy megállapítsd, hogy milyen a férfi hangulata, mert a férfinak a hangulatát megnézed, hogy a feleségnek milyen a hangulata, és akkor tudod, hogy a férfinak milyen. Kész, ennyi. Tehát mindig a hölgyek határozzák meg egy család hangulatát, tehát ez bizonyára megfigyeltétek, hogy olyan a családnak a hangulata, amilyen az anya
hangulata, tehát vagy a feleség hangulata, ha csak ketten vannak. Na szóval, drága hölgyeim, uraim, akik tudják, mert tanulták ezt, azok most hallgassanak, akik meg nem tanulták, azoktól kérdezem, hogy a nőknél hogyan lehet megállapítani, hogy egy nő jó hangulatú vagy nem. Ránézésre, első pillanatra körülbelül 3 másodpercen belül meg lehet állapítani. Szeme? Nem a szeme. Nem az arcmimikája. Nem, mert simán lehet egy, nem, az simán lehet egy szociális viselkedés, nem tudod megállapítani. Tehát nem a szociális viselkedést kell nézni, meg nem a viselkedést kell nézni, abban nem tudod megállapítani, mert 3 viselkedési forma van, ugye van a szociális viselkedés, van az általános viselkedés, meg az eseti viselkedés, amire éppen került az illető, tehát vagy lefele, vagy fölfele felkerült valahova, ugye ez a 3 viselkedés, nyilván egy embert az határozza meg, hogy milyen az általános viselkedése, tehát milyen az általános hangulata. Tehát az általános hangulata, tehát az általános hangulatát miből állapítod meg? Na, nagyon egyszerű, ránézel a bokájára. Ezért mindig első dolgom, látok egy nőt, a bokáját nézem. Na ez ha a nadrágban van, akkor nem látod nyilván. Tehát ha olyan hosszú nadrágban van, akkor nyilván ezt nem látod. Tehát de ilyenkor nyáron ugye a legtöbb nőnél látod, hogy milyen a bokája. Nem jelent gondot. Jó? Tehát nyilván, ha nem tudod látni a bokáját, nem tudod megállapítani. De ha látod a bokáját, meg tudod állapítani. Na, honnan tudod megállapítani? A bokából meg lehet állapítani, hogy keringési problémája van-e, vagy sem. Így van, így van. Na most, ha nem látod a bokáját, akkor neki keringési problémája van. Na most, ha keringési problémája van egy nőnek, akkor nem jó állapotú. Ez hód biztos. Tehát az illető nincs kettes fölött, azt tuti. Sőt, azt lehet mondani, hogy haragos. Tehát sűrűn haragos. Oké? Tehát, de nyilván az azt jelenti, hogy meg tudod állapítani, nyilván nem pontosan fogod megállapítani, de a domináns az, hogy most egy jó állapotú, vagy egy viszonylag jó állapotú emberrel vagy szembe, áll szembe, vagy egy kevésbé jó állapotú emberrel áll szembe, ezt simán megállapítod a bokájából. A férfiaknál nem, csak a nőknél. Tehát mi az, hogy keringési probléma? Tehát ugye duzzadt a lába, tehát a víz, háztartás, vérkeringési probléma és a vízháztartási probléma. Tehát nem viszi el a vizet a bokájától a keringése. És lényeg az, hogy mitől van a keringési probléma? Hát pont azért van keringési problémája bárkinek, mert nem jó állapotú. Tehát ez nem férfinő specialitás, vagy nem női specialitás, hanem ez férfinői specialitás, hogy azért van keringési probléma, mert nem jó állapotú. De a férfiaknál másként jelentkezik a víz, tehát a víz, vízesedés jele az másként jelentkezik, nem a bokánál jelentkezik a férfiak jó esetén, tehát többségénél. Nem ott jelentkezik. De a nőknél rögtön ott jelentkezik bokában. Ami azt jelenti, hogy nagyon sok nőnél látni, hogy meg van vastagodva a boka környéke. És sok nőnél egyenesen egy. Na most, ha olyan a láb, hogy gyakorlatilag a vádli egyforma a bokával, akkor azt tud, hogy az általános hangulata sajnos egyötnél nincs több. Tehát a haragnál nincs több. Na most, ha nincs egybe, tehát nincs egybe a vádli, tehát itt ez a lábszára bokával, de a boka még mindig nem látszik, akkor az 2 körülbelül. Tehát az illető általános hangulata 2-es. Tehát mi a 2-es, ugye az az ellenséges. Na most akkor nézzük tovább,
Miért keringés? Hiányzik a jó hangulat, a jó hangulathoz meg mi kell? Keringőzés. Mi a keringőzés? Tánc! Drága hölgyeim, tánc! Így van, tánc, így van, így van, táncolni kellene. Tehát táncolni kellene, többet kellene zenére táncolni. Szó szerint. Tehát szó szerint értsétek. Tehát akkor van keringési probléma, hogyha az illető már nem táncol. És a kis azért eltűnt életében. Hát ennek hamar lesz keringési probléma, már ilyen egyszerű, a kis azért táncolt életében. Tehát ha más nem, érted a tánc, én láttam. Amikor én bábajá kezdtem el járni a 80-as években, ugye a nejem egy kis faluból jött, hát nem olyan kicsi, mert itt ami 3000-es, 2000 valahányas, nem olyan messze van innen 50 kilométerre, ugye onnan származik, ott rendszeresen volt bál, és minden bálon, bára elmentünk, és ott még volt, hogy mentek az idősek. Nem az olyan idősek, mint mi, hanem nálunknál idősebbek. Tehát még a 70 évesek is jártak bálba a 80-as években. A 70 évesek. Vagy a 70 fölöttiek is jártak bálba. És tudod, hogy táncoltak szépen ilyen totyogva. Tehát onnantól kezdve nincs olyan, hogy valaki nem tud táncolni. Hát nem kell, mit tudom én, óriási táncropást gondolni, hanem szépen az öregek ott ketten, a mama meg a papa eltotyogtak zenére. 70 valahány évesen. És nem egy pár, hanem több pár volt a bálba. Hát mitől gondoljátok, hogy ott a kultúr úgy nézett ki, hogy a körbe szék, és belül meg teljesen üres plac, és a zenekar a sarokban, és is élet nem is a sarokban, hanem fönn a pulpituson, vagy ízért tudod, a dobogón fönn, és ott zenéltek. Fönn a közönség meg táncolt. És amikor ezért volt valami szünet, akkor leültek oda a körbe a székekre. Ennyi. Vagy kimentek. És mondom, az idősek, a 70 év fölöttiek is táncoltak. És nem úgy, hogy fölkérték őket a fiatalok, nem. Hát szépen maguktól táncolt a párba. Ugye akkor még jellemző volt, hogy a 70 éves, 70 év fölötti hölgyeknek még volt párjuk. Már annyira nem jellemző. Már annyira nem jellemző. Tehát akkor még jellemző volt. Na szóval visszatérve erre a kérdésre, tehát régen az idősek is táncoltak. Tehát ez nem korkérdés volt, hogy táncoljanak az emberek, meg nem mozgáskérdés volt, hogy táncoljanak az emberek. Például tegnap, ugye nálam egy kicsit idősebb férfi, hát mondom, miért nem táncol, mondom a feleségének, hát mert hogy fáj a lába. És egy idő után kimentek táncolni. Ja, mondom, meg is veregettem a vállát, mondom, szuper, látom, táncolsz. És táncolt, pedig fájt a lába. Érted? Na most nekem volt a minap olyan, hogy hát nem minap, mielőtt elmentünk Olaszországba, volt egy sérülésem. Hát mellé léptem az akna deszkának, és beleestem az aknába. Tehát ugye nekem van szerelő aknám, és ugye van, de nem az egészre van akna deszka, csak egy bizonyos részére, és akkor valahogy mellé léptem. De ugye tudom a lelki okát, hogy miért csináltam, ezt most nem mondom el, de a lelki okát tudom. És a jobb lábomon komoly sérülések lettek. Nem, a bal lábomat is megütöttem, de a jobb lábomon ilyen hosszan, majdnem csontig felszakadt a bőr. És nem mentem el orvoshoz, de még mindig most is be van kötve egyébként, csak hát ilyen kis tapasz van rajta. Mert még mindig váladékozik. És nem fáj. Na most a beesés után ugye én tartottam előadást vasárnap, nem láttatok belőle semmit, hogy én sántikálnék, de ott se láttak, hogy sántikálnék. Mert ha előadást tartok, jó állapotban vagyok, nem is érzem, hogy bármi bajom van, érted? Tehát ha az ember jó állapotú, lehet bármi baja, tünetmentes.
Tehát megkérdezte a nejem, hogy fájt-e a lábom tegnap, meg mondjuk végig táncoltuk az egészet. Hát mondom, nem, mert mondom, tünetmentes voltam. Tehát ezt most csak azért mesélem el, mert egy jó állapotú egy ember, akkor tünetmentes, akármilyen baja lehet, érted? Hát jó, mondjuk ha levágják a fejét, akkor nyilván akkor nem tud tünetmentes lenni, természetesen. De ha olyan van, pedig mikor beleestem az aknába, az úgy fájt, érted, hogy kellett hozni egy ilyen mobil ágyat, gyorsan tudod, ilyen napozó ágyat, amire rá kellett fektetni a nejemnek. Komolyan vacakú voltam, és lényeg az, hogy erről nem akartam beszélni, ezt most csak a példaként hoztam föl ezt a dolgot, velem is történnek néha olyan dolgok, ha nem azt teszem, amit kellene tennem, illetve nem azt, hát a láb az ugye az utoljárás, én az utomon járok, csak éppen mondjuk adott pillanatban nem azt, hát végig is azon az úton vagyok, amin kell, akkor már én abban a pillanatban szoktam kapni a problémákat, tehát nekem a sors nem vár vele, hanem én bum, azonnal. Tehát kicsit idézőben félrelépek, akkor rögtön kapom a dolgot. De elmondhatom a lelki okát, az annyi volt, hogy ugye nem azzal foglalkoztam, amivel kellett volna. Ez ennyi volt csak. És olyan dologgal foglalkoztam, amit simán meg tudtam volna csinálni, utána hazajöttünk, vagy bármikor, amikor nem sürgős. És akkor ugye ott voltak készülődési dolgok, én meg nem azzal foglalkoztam, hanem olyannal, ami abszolút nem volt fontos. Érted? Tehát én nekem nem szabad, mikor ugye olyan dolog van, akkor nekem nem szabad nem fontos dolgokkal foglalkozni. Tehát én csak a fontos dolgokkal foglalkozhatom, ez a tanulság benne. És foglalkozhatom én nem fontos dolgokkal is, csak akkor, mikor ráérek. Tehát amikor nincs semmi más. Jó? Tehát amikor letudtam a dolgokat. Mert ugye első, azt tudjátok, hogy első, hogy veletek foglalkozzak. Mert mindig az az első. És ha mondjuk ezt nem veszem figyelembe, akkor rögtön kapok valami jelzést. Így van, egy ennyit, így van. De ezt tudom, hogy ez így van, de ugye figyelnem kell. Na szóval, lényeg az, hogy visszatérve az emberek hangulatára, tehát ugye ott tartunk, hogy óriási mértékben romlott az emberek hangulata, és óriási mértékben romlott a tudatosság is. Tehát a tudatosság. Tehát ami azt jelenti, hogy ha az embereket szórakoztatni kell, hogy tehát egyszerűen a vőfény az egy profi volt egyébként, és amikor látta, hogy az emberek lanyhul a hangulatuk, akkor elkezdte ilyen összeszedni őket, tudod, az embereket, és akkor csinált valami programot. De hát régen ilyet nem. Régen ilyet nem kellett csinálni. Nem kellett. Hát egy lagziba nem kellett munkamesternek lenni, hogy az emberek jól érezzék magukat. Hát komolyan. Hát egyszerűen hihetetlen, hogy már hova jutottunk. Tehát hova jutott az emberek hangulata. És akkor mondok még ezzel kapcsolatban dolgokat, ha már így beszélek erről, hogy például aki politizál, az jól tudod, hogy nincs kettes felett. Persze. Tehát ha politizál, nincs kettes felett. Miért? Mert ha az összes politizáló embert megnézed, akkor mind azt látod, hogy az ellenféllel ellenséges. Na most akkor onnantól kezdve, mivel hát ellenséges, akkor hogy lenne kettes felett? Tehát egy kettes feletti ember a politikára ennyit csinál. Tehát megrándítja a vállát. És akkor mi van? Ugye a kettes felett ugye a 2-5 környéki emberekre gondolj, ugye az unalom környéki embereket, és akkor hát azok rántanak egyet a politikára, egyet a vállukon, az annyi. Na most a fölöttiek, mondjuk a 3-as, a érdeklődés szintjén,
Tehát az érdeklődés szintjén, meg mit csinálnak a politikára, hát ez semmi, mosolyognak egyet, mert úgyse tudok rajta változtatni, ennyi. Érted? Tehát mosolyognak rajta egyet a politikára, és úgyis azt mondják, hát úgyse tudok rajta változtatni. Na most, de aki politizál, azt jó, ha tudod, hogy tudti, hogy nincs kettes fölött. Jó? Tehát ha találkozol ilyen politizáló emberekkel, akkor jó, ha tudod, hogy kettes fölött nincsen. És akkor nézzük, hogy mivel foglalkozunk, és itt még felírtam erre az első órára egy témát még. Pont a Lagziban, Lagzi után jutott eszembe a Lagzival kapcsolatban. Én nekem jók ezek a népi események, mert mindig jönnek gondolatok. Na nézzük akkor, hogy... Ja? Ezt nyomjuk. Jó? Ez nem érdekes? Na nézzük, mert mit csinálunk. Az embereknek eljutatjuk azt a tudást és gyakorlási lehetőséget, amelyek által olyan élet és emberismerethez jutnak, hogy képessé válnak az élethelyzeteik helyes kezelésére, problémáik megoldására, illetve megelőzésére, a célok elérésére, továbbá az emberek és az élet jobbítására, és a lelki fejlődésre, mert ez a... nem látjátok. Jó, most már látjátok. Mert ez a lényeg a lelki fejlődésre. Tehát lelki fejlődés csak akkor lehet, hogyha ezek működnek. Jó? És akkor nézzük tovább. Jó? Ez most nem érdekes. Miért csináljuk? Ez se érdekes. Hogy az emberek képessé váljanak szeretetben, békében és boldogságban élni, hogy a Földön belátható időn belül aranykor lehessen. Azokat, amire azt mondtam, hogy nem érdekes, az érdekes, csak most nem érdekes. Jó? Tehát amúgy érdekes. Tehát arról is tudnék most beszélni, de most nem arról szeretnék. Tehát, hogy az emberek képessé váljanak szeretetben, békében és boldogságban élni, hogy a Földön belátható időn belül aranykor lehessen. Na, az aranykorhoz pedig az szükséges, hogy az ember lelkileg fejlődjön. Tehát akkor kerülhet valaki be az aranykorba, hogyha eljut a küldetés szintjére, a hatodik lelki szintre. Maga az aranykor az egy átmeneti időszak lesz, egy magasabb rendű létformához. Jó, tehát ezt a hármat csapat nélkül nem lehet megcsinálni, saját csapat nélkül. Illetve nem a hármat, a négyest meg az ötöst. A hármashoz be kell kerülni egy csapatba, ez ugye megvan, akik itt vannak, és a négyes, ötöshöz viszont ugye akkor tudja az ember elérni, hogyha létrehoz egy saját csapatot. Nyilván segítséggel tudsz létrehozni, ebben megvan a profizmus, hogy hogy kell ezt megcsinálni, hiszen én emberek szervezésével és csapat létrehozásával foglalkozok 91 óta, és hát nem kevés lélekszámot sikerült közvetlenül, illetve közvetve szerveznem. Hát csak az kerülhet be az aranykorba, aki legalább a hatodik lelki szintre fejlődik. A nagy közösségen belül, ugye saját csapat nélkül ez nem valósítható meg. És szellemi fejlődés. Miért beszélünk így, hogy szellemi fejlődés? Tehát, vagy lelki fejlődés. Tehát miért mondjuk azt, hogy lelki fejlődés, vagy miért mondjuk azt, hogy szellemi fejlődés? Mi nem valami, mit tudom, azt mondják, hogy tudásfejlődés, vagy mit tudom, hogy észfejlődés, vagy mi nem így nevezi a nyelvünk? Miért azt mondja, hogy szellemi fejlődés, vagy lelki fejlődés? Miért ezt mondjuk? Hát előbb ott kezdődik, hogy van bennünk egy lélek, nem? És a lelkünk az egy szellemlény. Tehát nem a testünket kell fejleszteni, ha testedet fejleszted, akkor mit tudom én, fejlesztheted az izomzatodat, növelheted a súlyodat, nem? Mit tudom én, fejlesztheted az egészségedet, tehát ilyeneket fejleszthetsz, de aztán ugyan túl sok, ez nem kell túl sok tudás, hogy mondjuk ezeket fejleszt. De hogy
a lelkedet fejleszd, a szellemiségedet fejleszd, ahhoz már komoly tudás kell. És hát mi ezzel foglalkozunk, hogy a lelket, a szellemet fejlesszük, tehát lelki fejlődést, szellemi fejlődést idézzünk elő az emberek számára, hogy tényleg ide felkerülhessenek. És tehát van bennünk egy szellem. Tehát a lélek maga az egy, az értelmes energia, egy értelmes energia lény. Tehát értelmes energia lény. Tehát gyakran, amikor például valaki szellemet lát, mert mondjuk látom, működik neki a harmadik szeme, akkor lehet, hogy éppen egy lelket lát. Tehát nem egy rossz szellemre gondoljatok, hanem egy szó szerint lelket lát. Na most ugye, milyen ilyen szellemlények léteznek? Tehát van az Isten által teremtett, tehát az alapító, vagy atyaisten, vagy egy Isten által teremtett, ugye a lelkek, hát az gyakorlatilag úgy teremtett, hogy létrehozta magába. Tehát magát megosztotta. Tehát a bennünk lévő lélek az azonos az egy Istennek a lelkével. Csak nyilván ott nincs törölt tudás, ő rendelkezik a világegyetem összes tudásával, mi meg egy annak egy morzsájával. De egy nagyon pirinnyó morzsára gondoljatok. Jó, hát miért? Mert ugye törölt tudattal születünk. Na és hát lényeg az, hogy ugye szellemlények vagyunk, és hát a szellemlények úgy alakultak, hogy lettek jó szellemek, rossz szellemek, kevésbé jók, kevésbé rosszak. Tehát a szellemvilágban is körülbelül úgy van, mint a Földön. Tehát szokták ezt mondani, ami itt, az ott. Tehát ami itt lent, az ott fent. Jó? Tehát az fenn is hasonlóképpen működik. Tehát itt is vannak jobb emberek, kevésbé jó emberek, rosszabb emberek, kevésbé rossz emberek, tehát itt is meg széles a skála. A jóság tekintetében is, ugyanúgy a fenti világban is, a jóság tekintetében elég széles a skála. És hát lényeg az, hogy van még egy másfajta szellemlény, amely nem a teremtő által létrehozott. Tehát az, ami azt jelenti, hogy nem olyan, mint mi vagyunk, hanem az értelmes emberek által létrehozott olyan lények, ami kifejezetten gonoszságra jöttek létre. Tehát a jó lelkek ilyen lelkeket nem hoznak létre, csak a rossz lelkek. Tehát gyakorlatilag ezt hívják démonoknak. Tehát a démonok azok a rossz, gonosz szellemlények által létrehozott, hát műalkotások. De szó szerint tehát így lehetne talán legjobban kifejezni, hogy műalkotások. Tehát nem a teremtő hozta létre, érted? Hanem a teremtő teremtettjei hozták létre a démonokat. Na most a démonok azok addig léteznek, ameddig az emberek, vagy bármilyen más értelmes lelkek a saját tudatukkal életben tartják. Nem tudom, ezt értitek-e. Tehát a démonok azok gyakorlatilag teremtett lények, ami azt jelenti, hogy emberek sokassága tud ilyet létrehozni, vagy rossz ügyet szolgáló, erős energiával rendelkező, tehát az embereknél erősebb energiával rendelkező szellemlények, tehát lelki lények, tehát lelkek, mondjuk saját maguk is létre tudnak ilyet hozni.
Tehát ez körülbelül úgy értsd, hogy a fenti világban a egy szellemlény energiája mondjuk körülbelül akkora, mint mondjuk a 10 millió, a földi 10 millió ember teremtő energiája. Érted? Tehát körülbelül akkora különbségek vannak. Értitek ezt? Tehát ezáltal, amitől mondjuk létrehoznak emberek egy démoni lényt, mert létre tudnak hozni, de ha sok ember kell, akkor mondjuk egy gonosz lélek, nem földi értelemben gonosz lélek, hanem fenti értelemben gonosz lélek, is létre tud hozni egy gonosz, ilyen démoni lényt. És ezek a démoni lények mit csinálnak? Ezek gyakorlatilag úgy működnek, mint mihez lehetne leginkább hasonlítani. Most mondjuk létrehoznál egy robotot, és a robotnak te adnád ki az utasítást. Tehát ezek a démoni lények, ezek mint egy robotok úgy működnek. Érted? Csak nem fizikai robotok, hanem szellemi robotok. Értitek? Tehát rendesen létrehozott szellemlény, de robot funkcióval. Tehát gyakorlatilag robotként működnek. Tehát utasításra működnek. Tehát nincs önálló működésük ezen a szinten, csak azt csinálják, amire utasítást kaptak vagy kapnak. Jó? Tehát nyilván precíz utasításokat, mint egy számítógép, amelyik kiadod az utasításokat, és akkor csinálja magától a dolgát. Jó? Tehát ilyesmi ellen képzeld el egy démoni lényt. És akkor ezek a démoni lények tudnak besegíteni a gonosznak. Érted? Na most az emberre jellemző, hogyha rossz állapotú, akkor könnyen támadható. Tehát könnyen támadható. Na most akkor nézzük meg, hogy itt vagyunk mi emberi lények, és hát mi lesz velünk, ha meghalunk? Ugye ha meghalunk, a lelkünk kiszáll belőlünk, és ugye az lenne a dolga, hogy felmenjen a felső világba, onnan, ahonnan jött, ahonnan küldve lett, és akkor utána majd megint újra szülessen. Tehát gyakorlatilag ez lenne a léleknek most a szerepe, legalábbis az esetek mondjuk 99,9%-ában. Na mindegy. Szóval a lényeg az, hogy egy lélek meghal, mármint a test meghal, akkor a lélek kiszáll, ugye idézőjelben felmegy a mennyekbe, ugye mennyekbe, tehát be akarok oda menni, tudod? Tehát mennyekbe, és utána egy idő után meg beleszületik újból egy másik testbe. Ez azzal a célzattal történik, hogy legyen egy fejlődése a léleknek, de nem egyik életről a másikra, hanem abban az adott életben érjen el egy olyan lelki fejlődést, ami által kikerülhet ebből a körforgásból. Tehát a lélek az nem fejlődik, egy élet alatt fejlődik. Tehát addig, míg ugye életről életre törlik a tudását, addig nem tud fejlődni. Hát gondold végig. Hát akkor tud egy lélek fejlődni, vagy bárki más, hogyha a tudását gyarapíthatja. Tehát nem mindig elveszti, hát te is képzeld, de mindig elvesztetted volna a tudásodat. Akkor mindig csak a legfrissebb tudással rendelkezni. Az meg ugye kevés, tehát ezért ugye egy élet során annyi tudást kellene gyűjteni, hogy feljuthasson az ember, mindjárt mutatom hova, tehát feljuthasson a hetedik lelki szintre, a beteljesülés szintjére, mert akkor mehet be egy magasabb létformába. Tehát a beteljesülés szintjére eljut. Tehát akkor van választási lehetősége, hogy egy magasabb létformába bekerüljön. Na most ezt a legtöbb ember, ugye legtöbb, hát alig van olyan, aki ezt meg tudja csinálni egy élet során, ezt önmagában az ember nem is tudja megcsinálni, ez segítségre van szükség.
Tehát milyen segítségre? Olyan emberi lényektől kell segítség, akik rendelkeznek plusz tudással. Most teljesen mindegy, hogy abból, hogy összegyűjtötték írásos formában, vagy kapják információban, most ez részletkérdés. Tehát úgy összegyűjtötték, hogy a világban megvan az a tudás, tehát a Földön megvan az a tudás, hogy az illető, hogy bárki ezen a bolygón bekerülhessen a magasabb szintű létformába, tehát eljusson a beteljesülés szintjére. Ez a tudás létezik ezen a bolygón, csak el van titkolva, és nincs kellően összegyűjtve. De ha mondjuk feltételezzük, hogy van egy személy, akinek össze van gyűjtve ez a tudás, akkor az és vannak vállalkozó kedvű emberek, vállalkozó szellemű emberek, akik hozzá akarnak jutni a tudáshoz, akkor el tudják azt érni, hogy annak a segítségével feljussanak a hetedik lelki szintre. De vannak olyan emberek, akiknek nem kell ugye összegyűjteniük ezeket az információkat, mert megkapják fentről azt az információt, amivel tudnak segíteni az embereknek abban, hogy szépen haladjanak fölfele ezen a skálán. Ezek közé tartozok én is. Jó, tehát talán annyiba különbözök az ilyen típusú emberektől, hogy én nekem van szervezési tapasztalatom és pénzügyi területi tapasztalatom, mind a kettő nem kicsi. Na nekik meg nincs. Jó, tehát ennyiben különbözünk. Tehát ami azt jelenti, hogy nekem lettek olyan tapasztalatom, ami más hasonló típusú embereknek nincsen, akik rendelkeznek olyan jellegű csatornával, ahol tudnak információkat szolgáltatni az emberek számára. Úgyhogy nincs otthon kiolvasva 2000 kötet könyv. Oké? Tehát lényeg az, hogy ugye miért is mondom ezt, mert hát ugye itt vannak a lelkek, és legalább azt tudniuk kellene a lelkeknek, minimum, hogy mi lesz akkor, hogyha meghal a testük. És legalább oda el kellene jutni a lelkeknek, tehát az itteni emberi testben lévő lelkekről beszélek, legalább oda el kellene jutniuk, hogy tisztában legyenek azzal, hogy nem kell félni a haláltól. Mert a halál az csak egy új élet kezdetét jelenti. Oké? És tudniuk kellene azt is, hogy mi történik a halál után. Na most mivel az emberek ezt nem tudják, ezért következő történik. Mivel azt tanítják nekik, hogy egy életük, egy haláluk van, ezért meghalnak, és nem tudják, mit kezdjenek a halálukkal. Tehát nem tudják, hogy nekik utána, amikor meghaltak, dolguk van, fel kell menniük a Földről, itt kell hagyni a bolygót. Sőt, sokan, mikor meghalnak, még azt se tudják, hogy meghaltak. Mert álmukban halnak meg. Érted? Tehát álmukban meghalnak, és azt hiszik, hogy álmodnak. Tehát azt hiszik, hogy álmodnak tovább. Érted? És mivel az álomban megnézed, nincs idő, ők azt hiszik, hogy azt a létüket, amikor testen kívül vannak, már nincsen testük, azt a létüket, azt éppen most álmodják, érted? És mivel nem tudják, hogy meghaltak, mert haláluk álmukba történt, ugye sok ember úgy hal meg, ezért ugye ők azt hiszik, hogy élnek tovább, csak éppen álmodnak. És mivel, mondom, az álomban nincs idő, ezért akár több száz évig itt maradhatnak a bolygón. És azt hiszik, hogy álmodnak. Érted? Ezért rengeteg. Tehát ugye én most kétféle esetről beszéltem. Tehát egy olyan esetről, amikor az illető meghal,
És ő azt gondolta, hogy neki egy élete van, egy halála van, és utána halál után nincs tovább. Ha halál után nincs tovább, akkor nem tudja neki halála után mi a dolga. És elkezd itt bolyongani a bolygón. Érted? Nem hagyja el a bolygót, mert itt bolyong, mert nem tudja, mit kezdjen magával. Egy idő után elfogy az energiája, és akkor egy különböző történések történnek, majd mindjárt mondom azt is. Na szóval másik, az, aki álmába hal meg, és nem tudja, hogy meghalt. Érted? És úgy működik, mintha álmodna tovább, érted? És akár mondom, több száz éven keresztül. Ezért rengeteg elhalt lélek itt kóborol a bolygón. Az egyik olyan azért kóborol itt, mert nem tudja, hogy neki el kell mennie, a másik meg azért kóborol itt, mert gyakorlatilag azt hiszi, hogy álmodik. Csak ezeknek mindegy idő után elfogy az energiájuk. És akkor utána mit csinálnak? Rátelepülnek egy emberbe. Nem bele, rá. Tehát rátelepülnek. Érted? És az ember csak azt veszi észre, akire rátelepült egy elhalt lélek, hogy kevesebb az energiája. Fáradékonyabb. És akkor ezáltal megy lefel a hangulatban. Tehát egyre rosszabb és rosszabb hangulatú, mert van egy megszállója. Ugye általában ez szokott lenni. Tehát egy ember tud normális hangulatban lenni, úgy kicsit hosszabb ideig, és egyszer csak hirtelen úgy lezuhan, és ott marad, nem tud onnan viszonylag hamar visszajönni, akkor azt tudti, hogy ott valami támadás érte. Tehát rátelepült valaki. Sőt, olyan is lehet, hogy egy ember nem egy lélek települ, hanem több. Hát mondjuk 2-3. És rátelepül. Képzeld, az milyen energiaelszívás. Na most ez a jobbik eset. Most képzeld el, hogyha valakire meg démon települ. Az meg nem települ, hanem az belemegy. Tehát a démon az belemegy. Tehát olyan, mint a chip, mikor beleültetik, tudod. Tehát a démon ugye, az mondom, egy lélekrobot, egy teremtett, maga, tehát teremtők által létrehozott, tehát mi is teremtők vagyunk, tehát akár az emberek létre tudnak hozni démonokat maguknak. És úgy mondom. Nyilván nem az egy egyén hoz létre, hanem több, mondjuk egy közösség létrehoz démonokat tudatosan. Tehát ott van a nagy gond, ha egy démon szállja meg az illetőt. Ugye ilyenkor van az ördögűzés, tudod. Hát mikor ördögűzésről hallunk, akkor démonűzésről beszélhetünk. Tehát az nem rátelepül, hanem az belemegy, érted? Belemegy az emberbe. És átveszi a lélek felett az irányítást. Na ez a probléma, teljes egészében átveszi az lélek felett. Ugye az egyik, a lelkek, tehát az elhalt lelkek, azok csak szívják az energiát. A démon viszont átveszi az irányítást és sarkal. Tehát olyan dolgokra sarkalja az embert, amit egyébként nem tenne meg. Érted? És akkor tegnap találkoztam egy ilyennel. Tehát ugye az egyik rokonnak a párja, az tudom, tehát tudom, hogy valami nem stimmel vele. Tehát tudtam, hogy valami nem stimmel vele, mert olyan élethelyzetük volt, amit tudtam, hogy a hölgy idézett elő azt az élethelyzetet, nem fogok most erről részletesen beszélni, tudom, hogy azt az élethelyzetet ő idézte elő, és ugye mivel ugye tudásom van avval kapcsolatban, hogy mi miatt történik, ezért rögtön tudtam, hogy ott avval a csajjal valami nem stimmelhet. Nem ismertem a csajt, életemben egyszer láttam, talán mit tudom én, köszöntünk egymásnak, aztán sose semmi több, de elment volna az utcán mellettem, akkor nem ismertem volna föl. Mint ahogy most tegnap se ismertem föl, csak úgy tudtam, hogy kinek a párja.
És lényeg az, hogy hát ugye egy olyan élethelyzetet éltek meg, ami ugye nem mindennapos, és ezáltal ugye engem foglalkoztatott az a kérdés, de hogy mi lehet az egész mögött? Tehát, hogy miért történt meg ez az élethelyzet, és akkor ugye azt mondtam mindig, hogy hát a csajjal valami gondok vannak, nem kis gondok, nagy gondok. De hogy micsoda, az avval nem foglalkoztam, és hogy tegnap ott láttam őt, megfigyelő, hogy elkezdtem figyelgetni. És akkor ugye néztem, és kérdeztem. Kérdeztem, hogy mi a baj vele? Még látszólag nem sok bajt láttam. Mi a baj vele? Így megkérdeztem. És megkaptam a választ. És az volt a válasz, hogy szétszedő, megosztó és megbetegítő. Ezt kaptam válaszként. Majd nézegettem, és nagyon furcsa nekem a szeme. Tehát mintha nem természetes. Tehát nekem valami fura volt a szemébe. Kezd első pillanattal, hogy nézegettem a szemébe. Ő nem látta. És valami fura a szemébe. És akkor ezt is el is rákérdeztem. És időnként azt is megfigyeltem, egyszer megfigyeltem, hogy valakinek valahova figyelt valakire, és iszonyú furcsa szemmozgása volt. Tehát furcsa szemmozgása, de nem a szemgolyója, hanem a szem fölött. Ez a szemhéj, így van, köszönöm. Így van, a szemhéj, szemöldök, így ez a kettő. Olyan furcsán mozgott. Furcsa volt a mozgás. És akkor megkérdeztem megint, hogy hát mi van vele. És mondták, hogy démon van benne. Ugye én nem, nekem nem érzéseim vannak, hanem én kérdezek és választ kapok. Tehát itt, ami megkérdezi valaki, hogy van-e benne, tudom én mondjuk, van-e rajta szellem, akkor én nem érzem meg ilyenek, hanem megkérdezem, és akkor mondják. És ha megkérdezik azt is, hogy is mennyi van rajta, akkor azt is mondják. És ha megkérdezem, hogy hol van rajta, akkor azt is mondják. Na mindegy, szóval ez nálam így működik. Hát ez egy kicsit más, mint úgy általában szokott lenni a szellemekkel foglalkozó embereknél. Én ugye nem szellemekkel foglalkozó vagyok jellemzően. Tehát lényeg az, hogy és akkor képzeld el, ugye ezért én megfigyeltem, meg megkaptam ott a lagzin a válaszokat, és akkor beszélünk erről ma a nejemmel, és akkor meg beszélt az anyósával, ennek a csajnak az anyósával. És akkor pont ezekre a dolgokra panaszkodott. Hát, hogy megosztó, akkor szétszedő, hát beteg is most valaki ott a környezetben, mindegy. Pont ez a probléma, képzeljetek el. Na úgyhogy meg is kaptam a leigazolást a dolgokra. Tehát lényeg az, hogy ilyen helyzetben mit lehet csinálni? Semmit. Nem kérik a segítséget, semmit. Ennyi. Tehát semmit nem lehet. Pedig rokonról van szó, de nem kérik a segítséget, nem lehet csinálni semmit. No? Na most ezért is fontos lenne, hogy ugye hogy működik a világ. Hogy működik az emberi világ és a felsőbbrendű világ kapcsolata. Hát hogyha nem kér segítséget, hanem kapsz segítséget. Érted? Tehát, hogyha te nem kérsz segítséget a teremtőtől, akkor miért kapnál segítséget? Akkor neked meg kell élni azt, amit meg kell élni. Világos ez? Akkor a te akaratod az, akármennyire nem tetszik,
hogy rossz események történnek az életedben. Akármennyire nem tetszik, az nem érdekes a fentiek szemszögéből, hogy neked mi tetszik, vagy mi nem tetszik. Az irreleváns. Az nem érdekes, nem számottevő, érted? Nem számít. Az a lényeg, hogy mit akarsz? Érted? Ha akarsz valamit, akkor kérsz segítséget. Ha nem akarsz, akkor még így jártál. Tehát ez egy rend az emberi, földi lét és a fenti világ között. Érted? Azok kapnak segítséget, akik kérnek segítséget. Akik nem kérnek, nem kapnak segítséget. És ha ez a földi világ, az emberi világ és a felsőbbrendű világ között ezek a szabályok vannak, akkor nyilvánvalóan így kellene itt is működni, nem? Hogy annak segítesz, aki kéri. És aki nem kéri, az meg úgy járt. Oké? Na most elég sok tanítást adtam ma ebbe a képzésbe. Rendhagyó módon. Na most egy képzés, illetve, hát ez nem is képzés volt, ez csak egy ilyen bemutató előadás. Hát most gondoljátok végig, hogyha bemutató előadásban mondjuk ennyi tudást adok, akkor mennyit adhatok egy képzésbe, egy valódi képzésbe? Most mondom azoknak, akik újként hallgatnak most engem. Nyilván nem azoknak mondom, akik már itt tanulok. És ugye néztem például most, minden hónapban egyszer nézem, hogy hogyan alakul a Magyarországon élők és a külföldön élő magyaroknak az aránya. És nő folyamatosan a külföldön élők aránya, lassan 20%. Képzeljétek el? És ez 10% alatt volt még, hát mit tudom én, pár évvel ezelőtt. És mondom, most már lassan 20%-a. De van egy ilyen, egy mondat a jövővel kapcsolatban, hogy erdőn túlél a nemzet java. Ugye az azt jelenti, hogy határon túl. Igen. De egyébként így is van, mert Magyarországon körülbelül hát nem egész 10 millió ember él, a világon meg körülbelül 30 millió magyar él. Szerte a világban. Tehát tényleg a java az odakint van, nem itt. Na szóval, ugye ezeket miért mondtam el? Mert most képzeld el, van egy olyan ember, aki nem tudja, hogy miért nem halad az életben. Hát mondjuk jó képességekkel rendelkezik. És akkor volt valami élethelyzet, negatív élethelyzet, ami által a hangulata leromlott, esetleg nem jól kezelte úgy, ahogy kellett volna azt az élethelyzetet, és kicsit úgy maradt hangulatban. És akkor fogták, betámadta mondjuk egy itt elhalt lélek. Vagy akár több is. És akkor csodálkozik, hogy az élete meg nem halad egyről kettőre. Hát ugye más helyzet egy démoni megszállott. Mert ugye az már egy nagyobb fajsúlyú kérdés, mert ott gyakorlatilag az illető az elnyomó. Bár szociális viselkedést mutat kifele, mert ugye tudatos a démonnak a működése, mert ugye az egy gyakorlatilag olyan, mint egy robot, amelyik be van programozva, hogy mit csináljon, és pontosan tudja, hogy mit csináljon. Most idézőjelben tudja a szót természetesen, mert ugye egy program alapján működik. És hát ugye az illető
Pedig hát ki tudja, mikor szállták meg, meg milyen célból szállták meg. És akkor teszi a dolgát. Hát ugye ez egy komolyabb probléma, mert az ember nem így született. Tehát egy démon általában az emberben nem születéskor száll be, hanem valamikor később. És ugye kit találnak meg általában a démonok? Hát a jobb képességű embereket találják meg. Ha! Nyilván alkalmas erre a kérdésre. Jó, tehát hogy megszállják őt természetesen. Na szóval, lényeg az, hogy itt vagyunk ebben a gyönyörű szép világban, és nem értjük az emberek és az élet működését, pedig egész jól érthető lenne, hogyha az ember egy kicsit jobban figyelne az emberekre. És nem mindig arra figyelne, ugye a legtöbb ember, hogy, hogy ő rá figyeljenek. Tehát, hogy ő rá figyeljenek. Kicsit jobban körül kellene nézni a saját élőhelyünkön, az emberekkel kapcsolatban is. És ha ezt tennénk, akkor kicsit könnyebb lenne az életünk. Tehát nekem egy tanúság volt egy ilyen társaság, egy ilyen idegen, részben idegen, vagy nagy részben idegen társaság. Ugye, akik együtt voltak kicsit hosszabb ideig. De te például elmész egy társaságba, akkor mit szoktál csinálni? Próbálsz kommunikálni emberekkel, hogy figyeljenek rád. Én meg próbálok megfigyelni embereket. Jó? Az nyilván, hogyha valaki velem kommunikálni akar, akkor az egy más kérdés. Jó, tehát hát ha kérdés van avval kapcsolatban, hogy mi miket csinálunk, akkor csak annyit mondanék, hogy nekünk, hát például mit tudom én, lelki fejlő, tehát olyan tudást nyújtunk, hogy ezeken a területeken tudjál bánni. Tudjál bánni önmagaddal, pároddal, szüleiddel, gyerekekkel, másokkal, munkáddal, a pénzzel, környezeteddel, hatóságokkal, teremtőddel. Tehát, hogy ez rendben legyen ez a kérdés. És hát ugye ez ilyen kidolgozott rendszerünk van, profizmusunk van, közösségünk van. Kell 300 millió tudás átadó a bolygón, amit ugye meg kell csinálnunk. És hát ugye van 24 nagy témánk, illetve hát 25 van, mert ebben még 25-24 került. A 25. a leszoktató, az nincs benne. Tehát van 25 témánk, de ezek a témák ugye gyarapodtak az elmúlt időszakban, ezt 36 hónap alatt adtuk át, illetve adjuk át, de ennek, ezeknek a hónapoknak a száma is gyarapszik. 4 területre bomlik ez a 25 téma. 4 nagy coach területre. Rendszeresen, és hol tartunk? Mindjárt megyünk. Még itt nem vagyunk. Itt vagyunk a pénzteremtőnél. Ugye ezzel fejezzük be a business coach szemesztert, 9 hónapot a pénzteremtővel, ami nemrég kezdődött, ugye mikor? Szerdán. Tehát most szerdán. Tehát minden szerdán és vasárnap vannak a képzések élőben. Szerdánként 6-tól, vasárnaponként pedig 3 órától, és ez 3 és 4 órás, ezek a képzések, utána pedig kérdés-felelek, tehát PPA klub keretein belül. A képzéseket igénybe lehet venni felvételről is. Az élőt igénybe lehet venni interneten keresztül, vagy személyesen. A felvételek fönn vannak minimum 1 hónapot, az eleje az 2 hónapot. Le is tölthetők. Főleg a hanganyagot érdemes letölteni, mert ugye az kisebb terjedelmű. Tehát videó is, hanganyag formájában is fönn van az interneten.
De természetesen csak azok férnek hozzá, akiknek ez jogosultságuk van. És maga a képzés ára az elérhető bárki számára. Tehát hol kapsz képzést? Mondjuk óránként 330 forintért. Sehol. Az első hónap ettől kivétel, mert akkor óránként 660 forint. Egy hónapban 30 órányi képzést nyújtunk, és több mint 1000 óra a 3 év. Az azt jelenti, hogy nem 3 éves képzést, tehát nem azt jelenti, hogy 3 éves képzést nyújtunk, hanem élethosszig tartó képzést nyújtunk. Mert 3 év múlva egy. Én nem az vagyok, aki most vagyok. Tehát 3 év múlva nem az leszek, aki most vagyok. 2. 3 év múlva más információkhoz is hozzájutok azon a konkrét képzésen. 3. Közben gyűlnek ahhoz a képzéshez információk. Ami azt jelenti, hogy minden képzés valamilyen szinten bővül. Tehát ami annyit jelent, hogy valaki úgy gondolja, hogy én ezt a képzést már hallottam, mondjuk konkrétan mondjuk a pénzteremtő képzést, hát akkor egy kicsit tévedésben él, mert részben hallhatta. De hogy teljes egészében nem, az biztos. Már csak azért is, mert a pénzteremtő coach képzés az, hát mostani anyag szerint olyan jó 3-4 hónap, de inkább 4 hónapnyi anyagom van belőle. És közben egy hónapos. Jó, tehát ami annyit jelent, hogy ha valaki azt gondolná, hogy neki nincs szükség egy életre szóló tanulás, hát akkor avval a problémával kerül szembe, hogy hát nem fog ide följutni a küldetés szintjére. Mert ugyanis csak az kerülhet be az aranykorba, aki legalább a 6. lelki szintre, tehát a küldetés szintjére felkerül. És ő nem fog felkerülni. Hát mi lesz vele? Kivonják az élők sorából. És egyre több ilyen halálesetet látsz egyébként, hogy valakit kivonnak az élők sorából. De nem úgy értve, hogy ilyen hosszabb betegség után, hanem ilyen pitty-putty kivonják. Hát még van esély ugye visszaszületni egy olyan családba, amelyik bekerül az aranykorba. Ha nincs, na akkor van a probléma. Hát azért van probléma akkor, mert akkor marad ebbe a körforgásba, csak nem ezen a bolygón. És nem ilyen körülmények között, hanem újraindítják az életet. Az emberi életet. És ugye mi az újraindított emberi élet? Őskor tűz nélkül. Őskor tűz nélkül. Tehát tűz nélküli őskor. Jó? És mennyi, milyen élettartama? 30, 20, 30, 40 az már nagyon idős. Ebbe a fajta működésbe. Ahol van egy raktározó elméd, meg van egy gondolkodásod, de a raktározó elme az üti a gondolkodó elmét simán. Übereli, felülírja. Tehát úgyhogy jó sors vár azokra, akik nem akarnak lelki fejlődést elérni. Föltehetitek azt a kérdést, és milyen bolygón? Hát egy periféria bolygón. Mert már a Föld nem a periféria. Oké? Okay? Tehát egy olyan bolygó, ami kijebb van a világegyetemben, nem. Olyan helyen helyezkedik el, mint most már a Föld. Jó? Tehát az azt jelenti, hogy és mi lesz, ha nem lesz ilyen? Nincs olyan. Jó? Tehát nincs olyan, hogy nem lesz ilyen. Ez olyan, mint hogy
Mikor szokták megelégelni a szülők a gyereküknek azt a fajta működését, amit hagytak kisgyerekként? Tehát amikor a szülők nagyon ráhagyják a gyerekre a dolgokat kiskorba, akkor mikor szokták ezt a szülők megelégelni? Na mikor? Legkésőbb? Nem felnőttként, nem. Serdülőkorba. Na de akkor meg már nem bírnak vele. Így van. Akkor már késő. Tehát serdülőkorba szokták a szülők megelégedni azt a faj, annak következményét, ahogy nevelték a gyereket. Hát az a serdülőkor kezdete a kiskamasz. Tehát lényeg az, hogy a serdülőkor. Tehát a szülő is, ezzel azt akarom mondani, hogy a szülő is eljut oda, amikor elege lesz abból, amit a gyereke csinál. Érted? Csak a szülő akkor már elkésett azzal, hogy ott változtasson, mert főleg azért, mert nincs hozzá tudása. Most a fentieknek minden tudása megvan. Egy, kettő. Minden hatalmuk megvan, hogy itt megcsinálják azt, ami a világegyetem érdeke, vagy legalább ennek a galaxisnak az érdeke, érted? És ma úgy néz ki a dolog, hogy az emberiség gondolkodása az nem előre viszi a galaxis létét, hanem éppen vissza fogja. És nekik semeddig nem tartana azt megcsinálni, hogy ezt az egész bolygóval együtt megsemmisítsék ezt a dolgot, ami itt van. Azért nem teszik, mert sokkal jó ember, akik meg tudnák csinálni még. És erre van 15 évünk, hogy megcsináljuk. Meg kell csinálni. Meg lehet csinálni ennyi idő alatt. Sőt, 9 év alatt meg lehet csinálni. Csak ugye a következő mondjuk 6 év arról szól, hogy ki nyílik, vagy ki nem nyílik. Kinek nyílik ki a tudata? Ki hagyja bezárva a tudatát, mert hagyják az emberek bezárva. Nem maguktól nem nyíl ki, hanem pont maguktól nem nyílik ki, ezt akarom mondani. Tehát ő maguk nem akarnak tudatosodni. Na most, ha valaki maga nem akar tudatosodni, akkor ugye, mivel mindnyáján azért születtünk, hogy beteljesülés szintjére feljussunk, hát ezért születtünk. Na most gondolj bele, annak mi értelme, hogy leélsz x évtizedet, utána meghalsz, kitörlik a tudatodat, utána megint nulla tudással újraindulsz, akkor megint leélsz x évtizedet, akkor megint kitörlik a tudásodat, megint újra nulla tudással, és akkor így évezredeken keresztül, most gondold végig, ennek mi értelme? Egy értelmes ember arra azt mondja, hogy ennek van értelme, akkor az nem értelmes ember. Tehát ennek így mi értelme? Gondoljátok végig. Most gondoljátok végig, melyiknek lenne értelme? Annak, hogy így éljük az életünket, hogy mindig nulla tudással megszületünk, érted? Meg kitörlik, nem tudunk semmit, és indulunk újból, megpróbálunk fölszenvedni magunkat oda, ide valahova, bár a legtöbb ember ezen egy picit se dolgozik. Mert egy picit se. Vagy ugye az lehetne még, hogy az ember tényleg most lehetőséget kapott arra, történetben először, hogy tömegesen följussunk ide a küldetés szintjére, utána bekerüljünk az aranykorba meg eljussunk a beteljesülés szintjére, és akkor utána bekerüljünk egy magasabb rendű létformába, ahol nem veszted el a tudásodat, amikor a tested elpusztul.
Érted? Sőt, meg se kell várni, hogy elpusztuljon, meg kilépsz a testből, és beszületsz egy felnőtt testbe. Egy hibátlan felnőtt testbe. Nem egy olyan, ami már eleve hordozza a genetikai karmákat, érted? Tehát egy genetikailag karmamentes testbe beszületve, érted? Ahol nincs semmilyen betegség, családi, meg ilyen baromságok, érted? És beszületsz egy olyan testbe, amely él mondjuk több ezer évet képes élni. És amikor már idősödik, mert minden test idősödik, csak nem mindegy, hogy 80 év alatt, vagy mit tudom én, 4000 év alatt idősödik, akkor kilépsz belőle, és beszületsz egy másik, mondjuk, mint most egy 21 éves testbe. Érted? Amit addig fölnevelnek szépen, és akkor utána beszállsz, mint lélek abba a testbe, és bármikor kilépsz belőle, amikor arra van szükség. És nem egy fogságba benn vagy ebbe a testbe. Hát erről az emberek mit sem tudnak, érted? Tehát nem tudják, hogy, egy fogságba vagyunk ebben a testben. Érzik, csak nem tudják. Tehát az kevés, hogy érzünk valamit, tudnunk kell. Érted? Tehát az is kevés, hogy érzed, hogy van valami felsőbbrendű lény, amelyik tud neked segíteni, vagy akár irányít, ez kevés, nem érezni kell, tudni kell. Érted? Tehát az érzések azok kevesek. Tehát tudni kell, hogy létezik. Ugye hogy tudsz meggyőződni ezekről? Megint tudásátadás. Hát, hogyha először valamiben hiszel, akkor tudsz eljutni a meggyőződés szintjére. Ha valamiben nem hiszel, soha nem fogsz eljutni a meggyőződés szintjére. Csak valami nagy beavatkozás hatására. Azt meg nem kívánom senkinek. Jó, tehát egyszerűbb, hogyha hiszel, és utána meg tudsz róla győződni. Jó? No szóval, hát ennyi fér bele a mai délutánba, az első részbe. 20 perc szünet után pénzteremtő coachképzésünk második része következik. Köszönöm szépen a figyelmeteket, további jó tanulást és jó délutánt kívánok mindenkinek, és sok sikert, sziasztok!